A szüreti vigadalom minden esztendő benyéles ünnep nagyrécsén fiatalok, idősebbek egyaránt készülnek rá. Az elmúlt hónapokban Nagyrécse több utcája, illetve útszakasza is megújult, minisztériumi támogatásoknak köszönhetően. Ezeket most akkor egy összevont kis ünnepség keretében lezárjuk, ezeket a belterületi projekteket. Természetesen további projektjeink van a külterületen, de ezek a belső beruházások ezek most zárulnak le, illetve van még egy szlovén-magyar projekt, második SIU, második üteme, ahol egy meseparkot hoztunk létre az Európai Uniós támogatással. Köszöntőjében Cseresnyés Péter is kiemelte, hogy jelentős előrelépés történt a falu életében az elmúlt hónapokban. Olyan beruházások valósultak meg, amelyeket hosszú idő óta terveztek azért, hogy biztonságosabban tudjanak közlekedni itt az emberek, meg egyáltalán szebben nézzen ki a falu. Ez is egy óriási cél volt. Járda, útszakasz újult meg, és várják a következő beruházásokat, mert azt lehet mondani, hogy az elmúlt időszakban, hogy a magyar gazdaság megengedte, hogy a magyar gazdaság lehetőségei megengedték, egyre több településen sikerült olyan álmokat megvalósítani, amit régóta dédelgettek. A szombati hideg, szeles időjárás ellenére is késő estig vigadtak a nagyrécseiek az avatókkal összevont szüreti mulatságon.